A hideg és a fagy komoly károkat okozhat a talajban, vagy a fűtetlen pincékben található vízmérőkben. Tanácsos idejében készülni és megtenni a szükséges óvintézkedéseket, amivel elkerülhetjük a pénztárcákat sújtó esetleges pluszkiadásokat. A hatályos jogszabályok szerint a fagy kiengedésekor elfolyt vizet, a mérőcsere költségeit és a szétfagyott nem javítható vízmérőt a felhasználónak kell megfizetnie, ugyanis a törvény szerint kötelesek a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről gondoskodni. A vízóra téliesítése nagyon fontos, mert ha elfagyna, amikor nagyon hideg van, akkor esetleg probléma lehet a vízellátásban, és tönkre is mehet a vízóra. Én nekem egy beton aknában van elhelyezve a vízóra, és akkor olyan anyagokkal fedem be az aknának a tetejét, ami megakadályozza azt, hogy a hideg miatt esetleg károsodjon a vízórán. Az anyag, amit felhasználok, hát ilyen régi szőnyegeket teszek a akna tetejére, és akkor a vastag ruharéteg megóvja a fagyástól. A mínuszok esetén nyilvánvaló, hogy ezeket a lépéseket meg kell tenni, mert ez a legveszélyesebb, amikor a változékony idő miatt időnként fagy és éjjel fagy, amikor nem is veszi az ember észre, és másnap csodálkozik, hogy nem működik a vízrendszere. Mit tegyenek a felhasználók, hogy elkerüljék a hideg okozta jelentős károkat és a vízvesztességeket? Győződjenek meg arról, jól záródik-e a vízmérő akna fedele. Az aknák sérült fedőlapját cseréljék ki, ha hiányzik, az pótolják. Az aknát és a vízmérőt szigeteljék nikecellel vagy más szigetelő anyaggal. A tél folyamán többször ellenőrizzék, nincs-e víz az aknában, és a fedele is jól le van zárva. A pincében és a zárt helyen lévő vízmérők vízvezetékek esetén ellenőrizzék a pince ablaképségét, szigetelését, és tartsák az zárva. A télen nem használt ingatlanokat víztelenítsék, az ott lévő aknát is szigeteljék. Figyeljenek arra, hogy a vízmérőben a víztelenítés követően is maradhat víz, ezért a vízmérő akna szigetelését mindenképp meg kell oldani. Annak jelei, hogy télen mégis elfagyott a vízmérő. A lakásban nem vagy csak alig jön víz a csapból. Nem forog a vízmérő, ha megnyitja a csapot. A mérőlapon szilánkokra tört az üveg, eldeformálódott a számláló szerkezet. Amennyiben észlelte a fagyást, ne próbálja felolvasztani a csapot nyílt lánggal, haladéktalanul hívja a vízműveket. Köszönjük, hogy odafigyelnek a vízmérő állapotára, hiszen azok rendeltetésszerű működtetése közös érdekünk.